Foci a küzdőtéren, pihenő játékosok a lelátón. Szükség is volt az erőbeosztására, mivel igaz, hogy felváltva, de 24 órán keresztül rúgták a labdát Újfehértón, a Szegedi Károly Sport és Szabadidő Központban. 3 évvel ezelőtt hagyományteremtő céllal hirdették meg a focitornát, majd a Covid-járvány miatt 2 év szünet következett. Az első rendezvény sikerére emlékezhettek az akkori résztvevők, mivel a szervezőknek idén sem kellett győzködniük a csapatokat. Első évben is, mikor szerveztük, akkor 12 csapattal csináltuk, most is így volt tervezve. Hál' Istennek hamar meg is lett a 12 csapat. Ugye 18 órára hirdettük a kezdést, de igazából már 16 órakor elkezdődött ez a mondjuk egy kis foci, kis ünnep a városunkban. Akkor a 10-11 éves gyerekek tartottak bemutatóedzést, illetve 17 órától az öreg fiúk játszott csapata játszott egymás ellen, ahol a legidősebb ember 67 éves volt, illetve ott egy kevés időre még a polgármester is beállt a kapuba. Újfehértó polgármestere szerint a 24 órás focitorna a sportrendezvény mellett egyben közösségi élmény is. Mint elmondta, a városi sportcsarnok a téli hónapokban is teljes kapacitással működik. Fontosnak tartom a közösség építést is, illetve a sport szeretetét, hisz Újfehértó, ahogy elmondtam az előbb is, egy nagyon sportszerető város. Megnéztük a lehetőségeinket, hogy meddig tudunk nyújtózkodni. Kormányzati támogatást kaptunk a sportcsarnok működtetésre, amit ezúton is nagyon köszönök, hisz fontos volt az, hogy a rezsi költségeinket tudják egy picit támogatni, és ez a város híres arról, hogy szereti a sportot, a sportcsarnokot pedig fenntartjuk. Az úszodában az elmúlt hónapban pedig megduplázódott a létszám, a korábbi legmagasabb létszámhoz köszönhetően, hisz Színegyházáról és a környékről rengetegen járnak hozzá. A szervező szerint a torna jó felvezetése volt a hétvégén folytatódó megyei első osztályú bajnokságnak, amelynek tabelláját az Újfehértó vezeti. Mindenféleképpen futballáz van, ezt mutatja azt is, hogy itt is egész éjszaka nem úgy csak pattogott a labda, hanem mondhatni a lelátón is jó hangulat uralkodott, illetve hát a nagypályán a felnőtt csapat az idegenben játszott el a minden meccset, és még így is első helyezett. Nagyon bizakodunk benne, hogy sikerül bajnoki címet nyerni a felnőtt csapatnak, és az ifjúsági csapat is 3 pontról az első helytől. Tehát most nagyon rendben van ez a történet, úgy gondolom. A tornát végül az MB Kandalló Fantázia nevű újfehértói csapat nyerte, miután a fináléban gól nélküli döntetlen követően 7 méteresekkel legyőzte a Biri együttesét. A harmadik helyet az újfehértói ifi csapatra épülő NB4 szerezte meg.